venire in consigliato. Tradici sta scarsa mentre chiede su Pioschinaro le via Jana Amosa Komenského, učiteľa národov, aby sme oslávili váš deň, deň učiteľov. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala a pozdravila v mene Mestského úradu. Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť nežistnú mravenčiu prácu učiteľa tak, aby mal pocit, že to, čo celý život robí, nerobí zbytočne. Touto dnešnou oslavou chceli by sme vám vyjadriť ďaku a hlboké uznanie za vašu prácu. Na úvod slávnostného programu vás pozdravia žiaci základnej umeleckej školy Ferenca Lista, Regina Velenová, Tamáš Pandor. Ďalšie minúty budú venované poézii. Predstavia sa vám deti materských škôl Mary Lily a Filip Brelík. Kultúrny program ukončia opäť žiaci základnej umeleckej školy Daniel Repka, David Jupenči, Simona Chalmovská a Vivien Užáková. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa prihovoria vám aj pán primátor mesta Štúrova, inžinier Eugen Sabo a pani poslankyňa mestského zastupiteľstva, predsedkyňa komisie vzdelávania kultúry, športu a školstva, doktorka Andrea Vitková. Po slávnostných príhovoroch bude nasledovať oceňovanie učiteľov. Po oficiálnej časti pozývame vás na slávnostnú večeru a zábavu. Každému prajeme príjemný večer. Tisztelt kolléganők, kollégák, kedves vendégek! Immár hagyománnyá vált, hogy Ján Amos Komenský születésnapi alkalmából megünnepeljük önöket, pedagógusokat. Engedjék meg, hogy a Városi Hivatal nevében minden itt lévő szeretettel üdvözöljük. Nehezen ne lehet megtalálni a módját, melyet ki tudnánk fejezni az önök iránti tiszteletünket, elismerésünket és köszönetünket. Ezzel a mai ünneppel is ezt a üzenetet szeretnénk sugalni. Rövid kultúrműsorral köszönt önöket művészeti alapiskola növendékei és a kisóvonásaink. Ünnepi beszéddel szól önökhöz városunk polgármestere, Evre Szabó és képviselőasszonyunk Vikko Andrea. Ezt követi a pedagógusok kitüntetése. Legvégül szeretettel meghívjuk önöket egy ünnepi vacsorára. A vacsora után kívánunk mindenkinek jó szórakozást! Thank you.
vítám, dnes je u nás slavná spevka. Vám, paní učitelka, květky odozdám. 3 dny rozmýšlám už o tom, že k tým květkom poviem potom, aspoň máličku, snáď sa zlaknem. Kože to vie, to priania nevypoviem ani slovíčko, ale vy ma dobre znáte, vy mi z očí vyčítate, čo vám želať chcem, že za vašu prácu ťažkú, dobrotu a lásku veľmi ďakujem a že naša trieda celá toľko šťastia by vám chcela želať rok čo rok. Koľko toho ročnej jary vykvitlo nám na chutári bielý snežienok. Ušla držíme Tony Toyno, Tony Tonynik, Tony Továči, egy kis diákkal előttetek, kis diákos sok százból, ezerből. Jóságotokat hadd köszönje meg, hadd köszönje azt az igaz kincset, amelyet ti adtatok nekünk, és amely bűvös erejével annyi új titokra nyitott a szemünk. A neonfénynél is szebben világít a tudás, mint kaptunk tőletek, szeretettünk sugárzik felétek, ragyogja be szép ünnepetek. Thank you.
pred vami, vážení páni, v prvom rade však veľa vážení dragí ľudia. Prišiel marec aj svojimi krásnymi dňami. Samozrejme, mám danosti prežité veľkonočné sviatky, alebo tie prvé krásne, ozajstné, slnečné, teplé popoludnia, ktoré sme za posledné dni prežili. Napriek tomu si myslím, že pre pedagogickú obec najdôležitejším dňom je 28. marec, deň, keď si pripomíname výročie narodenia Jána Amosa Komenského. Človeka, ktorý možno 100 rokov predbehol svoju dobu, človeka, ktorý presadzoval povinnú školskú dochádzku, človeka, ktorý aplikoval moderné, netradičné spôsoby výučby. Tento deň si zároveň pripomíname ako deň učiteľov. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo v Lani oživiť túto tradíciu, že všetci aktívni pedagógovia sa stretnú na jednom takomto priateľskom stretnutí. A ešte viac ma teší to, že je skutočne veľký záujem z vašej strany a toto veľmi, veľmi pekne ďakujem. Z tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať za vašu prácu, za vaše úsilie a za vaše odborné zaobchádzanie, lebo ja si myslím, že iba vďaka tomu máme šancu, aby sme naplnili slova Jána Amosa Komenského. Taký je budúci vek, ako sú vychovaní budúci jeho občania. Dovoľte mi, aby som sa vrátil k jednej udalosti, ktorá sa nastala v Lani. Myslím si, že je na mieste, ak spomeniem vlanejšiu protestnú akciu učiteľov. Vidím to tak, že učitelia sú tí, ktorí prví si všimnú pokles vedomostnej úrovne našej mládeže. Učitelia sú tí, ktorí prví identifikujú nezrovnalosti v učebných osobách. Učitelia sú tí, ktorí dokážu odhadnúť, že stále sa meniaci školský systém ako negatívne vplýva na spôsob výučby. A samozrejme, učitelia sú tí, ktorí na vlastnej koži pocítia nedostatočné finančné ohodnotenie. Osobne si myslím, že mnohé z týchto protestov sú opodstatnené. A preto prajem vám, aby sa vám splnili tie ciele, ktoré v rámci týchto protestov boli zadefinované a aby sa vytvorili lepšie podmienky na vašu prácu. Tu mi dovolte, aby som využil príležitosť a sa poďakoval našim dvom pracovníčkám školského úradu za ich zodpovednú prácu. S nimi riešite deň čo deň nejaké nezrovnalosti alebo práve nejaké vzniknuté úlohy. Ďakujem im za to. Taktiež ďakujem pani viceprimátorke Kornelii Slabákovej za jej podporu a v rámci toho by som aj chcel tlmočiť jej ďakovné slova a odovzdať jej pozdrav. Prajem vám, aby ste strávili príjemne dnešný večer. Tisztelt pedagógusok, a március hónap megint meghozta maga szép napjait. Persze itt volt a nagyszerű húsvét, és átértük az első igazán szép napsütéses délutánokat is. De természetesen a pedagógusok számára március 28-a legszebb nap, hiszen ekkor ünnepeljük tanítónapját Szlovákiában. Ennek kapcsán megkülönböztetett figyelmet szentelünk a pedagógusainak. Tesszük ezt azért, hogy hozzájáruljunk a pedagógusi hivatás kiemeléséhez a mindennapok szürkeségéből,
és hogy legalább így hangoztassuk ennek a hivatásnak társadalmi jelentőségét. A tavalyi évben felelőítettük azt a hagyományt, hogy a városunk területén működő pedagógusokat meghívjuk egy baráti találkozóra. Meg nagyon örülök, hogy ezt sikerült felelőíteni, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen szép számban jönnek el, és megtisztelnek bennünket itt létükkel. Az elmúlt év egyik jelentős eseménye volt a pedagógusok által szervezett tiltakozó akció. Meg vagyok győződve arról, hogy sikerült ennek az akciónak köszönhetően felhívni a figyelmet az iskola ügyben uralkodó helytelen állapotokra, hiányosságokra, és hiszem, hogy azok, ha csak részben is, de orvoslásra kerülnek. Én ezen a területen kitartást kívánok minden pedagógusnak, és engedjék meg, hogy így hivatkozzam Andrej Kiszka költár köztársági elnökünkre. Részt vettem egyszer egy találkozón, ahol éppen a pedagógusi akciót jellemezte, és kifejezett egy gondolatot, amely nagyjából így hangzik, hogy addig nincs veszett ügy, amíg mi magunk azt fel nem adjuk. Hiszem azt, hogy ez egy nagyon komoly üzenete ennek az igyekezetnek, amely tavaly elindult. Végezetül még egyszer szeretném kifejezni köszönetemet minden pedagógusnak, odaadó munkájáért, és kívánni nekik, hogy legyen sok előterük, egészségük és kitartásuk a pedagógusi hivatás teljesítéséhez. Köszönöm figyelmüket! Všetkých ostatných prác súvisiacich s vašou pracovnou náplňou.
Želám vám veľa zdravia, pohody, lásky a tvorivých síl do ďalšieho života. Na záver mi dovolte ukončiť tento príhovor myšlienkou. Každý človek dostal do vienka schopnosti a možnosti byť sochárom samého seba. Ale nie každý sa stane Michelangelom. Ak však všetko, čo si myslíme, povieme a konáme, je aj úderom do dláta formujúceho náš obraz, závisí už len na talente a vôli, či sami na ducha uvoľníme, čo si ušlachtile alebo zreformované. Ďakujem za pozornosť. A jó tanár nem csak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben. És nem csak tudását közvetíti, bár ez sem kevés, hanem példát ad, jelenet formál, ültet, gyomlál, old és szemez, mint a kertész. Életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalat között. Aki a pedagógus hivatást választotta, az egy életre elkötelezi magát. A pedagógus pálya többet követel annál, mint megtartani a napi kötelező órákat. A pedagógus egész lényében és egész életében pedagógus. A pedagógusok mintát jelentenek a gyermekeinknek, de sokszor a felnőtteknek egy iránt. Sokan emlékezünk egy-egy szeretett óvónénire, tanítónénire, tanára. Emlékeinkben belevésülnek a mosolyok, egy-egy jellemző mondat, a jövőbe mutató intelem és tanács. Sokszor viszont hallani azt a téves szemléletet, miszerint a boldoguláshoz nem feltétlenül szükséges a tudás. Ez még nehezebbé teszi a pedagógusok munkáját. A gyerekek a tanulással megszerző tudás és a tudás eredményeként elérhető jobb megélhetés egyre kevésbé motiválja. Ezért az eredmények elérésekhez önöknek még nagyobb erőfeszítést kell tenni. Az iskola mindenkor értékteremtő és kultúrateremtő intézmény. A gyermekeket szeretni és bíztatni kell. Ahhoz, hogy egészségesen fejlődjenek, biztonságot nyújtó érzelmi környezetet teremtenek önök számukra. A pedagógusok számára a társadalom mindig sok-sok elvárás támasz. Az önök munkája nem mindig kecsegtet azonnali sikerrel. Munkájuk valódi haszna sokszor csak évek, esetleg évtizedek múlta után mutatkozik meg. És abból a haszonból önöknek lehet, hogy csak egy kedves mosoly, vagy egy hálás köszönetük. Köszönjük a nyugállományú és a mai aktív pedagógusoknak a áldozatkész, állatotos munkájukat. Köszönöm, hogy sokszor nem könnyű körülmények között magas színvonalon elég oktatják gyermekeinket. A sok változás ellenére kitartanak a választott hivatások mellett. Engedjék meg, hogy megkívánjuk önöknek mindjártnak jó egészséget, hol legyen erejük és kitartásuk az nehéz munkához. Köszönöm szépen! Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala a prihovorila sa vám pri príležitosti Dňa učiteľa. Profesia učiteľa je jednou z najušľachtenejších profesí. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii poznanie a životné skúsenosti. Uznávam, že práca učiteľa je veľmi náročná, vyžadujúca si aktivitu celej osobnosti. No zároveň je to práca ušľachtilá, je to poslanie. Pretože učiteľským poslaním nie je iba odovzdávať poznatky žiakom, ale predovšetkým podnecovať a rozvíjať túžbu po poznaní, lásku k vedomosti. Prácu učiteľa posudzujú žiaci, ich rodičia, kolegovia navzájom, nadriadení, aj verejnosť, ale asi najobjektívnejšie ju ocení ten,
to učiteľský chlebiček ochutnávaš sám. Prosím pána primátora, inžiniera Eugena Saba a pani poslankyňu, doktorku Andreju Vítkovú, aby odovzdali ocenenia pedagógom ako poďakovanie za dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, inovatívny prístup po vzdelávaní, za dlhoročné pedagogické majstrovstvo, odbornú erudovanosť, pedagogický takt a príkladné charakterové vlastnosti. Prosím, aby pristúpili. A teraz by som vyzvala nasledovných učiteľov. Ocenenie by sme chceli odovzdať Jánovi Gerčivu zo strednej odbornej školy Sarkozy Vyškova. Taký rád Gerči a odpovedňa. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Poprosím, aby na pódium prišla pani vychovávateľka Zuzka Horvátová zo základnej školy.
kérjük egy aláírást és az emlékkönyvben. Köszönöm szépen. Dovolte mi, aby som ďalej privítala a zablahoželala doktorke Zuzane Mészáros. Mészáros, Zuzana, a všetko naj, aby žiť za to stálo.
Šťastné sú školy, ktoré majú takýchto učiteľov. Sikert kívánok az elkövetkező időszakban. Kedves Istenem!